Thank you.
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Városi TV decemberi műsorát látják. Ma esti műsorunkat az elmúlt hetek városi, valamint az advent eseményének szenteljük. Már hagyomány, hogy a Német Klub minden évben egy életnagyságú betlehemet készít a művelődési házban, és az azt követő ünnepség keretében nyújtják meg az első adventi gyertyát. Kedves vendégek, sehr verehrte Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der deutschen Nationalitäten sehr, sehr erwarten und natürlich auch im Namen unseres Deutschclubs ganz herzlich hier auf den ersten Adventtag begrüßen. Kedves Vendége, mind a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mind pedig a Német Klub nevében szeretnék mindenkit köszönteni az első adventi napon. Én azt gondolom, hogy az a hagyomány, ami pár évvel ezelőtt elindult, hogy itt közösen ezeken az adventi ünnepségeken készülünk a karácsonyi ünnepségekre, és egyfajta karácsonyi előhangulatot teremtünk, hogy ezek jól beváltak. A Német Klub szokás szerint Betlehemet épít, ez menetben fog folyni, és most pedig szeretném kérni az általános iskola harmadik és negyedik osztályos tanulóit, akik egy adventtel kapcsolatos műsorra készültek, a felkészítő tanáruk Föglenné Göbről Kitti. Előre is köszönöm nekik azt, hogy ezzel a műsorra készültek. Halló, Mutti! Vász már tudom! Itt ünnepi értekeltem. Mit hívasz, Hüleitek, hogy megint? Nem! De ezt ha te múzdi értekeztem, kezd elgetszünnyet verden. David, dasz nekem múzdi? Ja. Thank you.
Mutti, was bedeutet eigentlich Advent? Advent bedeutet Ankunft und Erwartung. 4 Wochen dauert diese Zeit, dann feiern wir Weihnachten die Geburt Jesu. Aber wir haben noch 2 Wochen bis dahin. Zuerst kommt noch jemand, auf dem sich alle Kinder freuen. Wisst ihr, wer das ist? Ja, der Nikolaus! Nikolaus, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mit dem Sack geht immer Haus zu Haus. Guten Tag. Guten Tag. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Ich hab keine Zeit, mich auszuruhen. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Von oben
Orfalikának a karácsonyfákért, illetve a szalmáért is szeretnék köszönetet mondani, és hát mindenkinek természetesen, akit ennek a betelemépítésben közreműködött. December 6-án a Művelődési Házban tartották szokásos évvégi összejövetelüket a mozgáskorlátozottak. Az eseményre a Városi TV kamerája is meghívást kapott. Szegények vagyunk. Csak dolgozok, kalapálok, ragasztok, varrogatok reggeltől estig, de hiába. Ez így igaz. Nem sokára karácsony lesz. Közeledik az ünnep, és nem lesz mit ennünk. Sokszor azt kívánom, bárcsak ne Schuster lennél. De hát én Schuster vagyok. Mindenki maradjon a kaptafájánál. Csak hát lassan megy a munka. Hamar elfáradok. Talán érted, mire gondolok? Értem én, értem, de legalább ezt az egy párat csináld meg. Holnap reggel jönnek érte. Nagyon szegények, van egy felesége is. Szegény. Lassan tud dolgozni, segítenünk kell neki. Mit is? Cipőket készíteni. Nekünk? Igen, nekünk együtt. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Én félek, kik ezek? A Schuster és a felesége. Ja, akkor nem félek. Még élek, nem haltak meg. Rajta dolgozunk. Cipőket vartál az éjjel? Én? Hát ki más talán én? Azt nem hiszem, akkor tényleg én voltam. Még ha nem is emlékszem rá. Már jönnek is a cipőért. Megnézem ki az. Na hát, doktor úr, elkészült a cipője. Remek, mintha rám öntötték volna, mivel tartozom? 10 pengő az ára. Tessék, itt van 20, remek munkát végzett az ura. Köszönjük. Nézd, valamiből elvallok vásárolni az ünnepekre. Jé, hát ez több, mint az ára. Ebből 2 pára való bört is tudok venni, akkor talán egy kicsit egyenesbe jövünk. Tegyük el magunkat holnapra. Jó éjszakát. Jó éjszakát, reggel. Mehetünk el aludtak. Olyan?
olyan jó ilyenkor karácsony előtt egy kis jó cselekedni. Mindenkiért. Már megint nagyon sokat dolgoztál az éjszaka. De hát én egész éjjel aludtam. Olyan nagyon jót álmodtam. Álmomban eladtam mind a két pár cipőt, és nagyon jó árat fizettek érte, amiből 4 pára való bőrt is tudtam venni. Kimegyek, megnézem, ki az? Köszönöm, tessék! Nézd, nem elvittek mind a két párat, és 4 árat hagyták itt. No, akkor álljunk neki a munkának. Sok az anyag, sok cipőt kell még elkészíteni. December 10-én a Határon túli Magyarok Egyesülete rendezett adventi gálaestet a Művelődési Ház nagytermében.
A műsorban felléptek a város intézményeinek együttesei, valamint az egyesület tagjai. Tisztelt megjelentek, tisztelt polgármester úr, képviselőtestületi tagok, kedves meghívottak, kedves gyerekek! Készülődés, a várakozás felfokozott reményteli boldogságos perceiben köszöntöm Önöket, mi már harmadik alkalommal a határon túli magyarok egyesületének karácsonyváró ünnepségén. Köszönöm, hogy ebben az évben együtt ünnepelhetünk a helyi óvodásokkal, zeneiskolásokkal, az örökítő nyugdíjasokkal, valamint egyesületünk lelkes tagjaival. Közeleg az év legboldogabb napja, a karácsony, amikor Jézus Krisztus születésére emlékezünk. A karácsony egyben a szeretet, az öröm, a család és az öt otthon ünnepe is. Mi tehát a karácsony üzenete, titka? Mutassa meg a szeretet útját, valósítsa meg életünket. A szeretet úgy jön létre, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsony falra. Úgy vélem, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnepünk. Kívánom, hogy a szeretet és a béke tegye szebbé az ünnepünket, az elkövetkezendő éveket. Az év vége az öröm és az ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetést készítsünk az elmúlt esztendőből, és megtervezzük a jövőt. Egyesületünk sikeres évet mutat magáénak. Pályázati támogatásoknak, egyesületünk lelkes tagjainak, önkénteseknek köszönhetően különböző rendezvényeket valósítottunk meg, más civil szervezetekkel, az önkormányzattal, valamint helyi intézményekkel együttműködésben. Az ismeretlen ismerős programsorozat, a Vas Albert felolvasóás, a trianoni emléknap, a nyári napközi stábor, az első határon túli magyarok fesztiválja, a Határtalan lakoma, az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó rajzpályázat, filmvetítés, budapesti kirándulás és a mai alkalom az bizonyítják számomra, hogy eredményesek voltunk ebben az évben. Mindazok, akik ellátogattak rendezvényeinkre, láthatták, átélhették annak a kicsi, de erős közösségnek a szeretetét, amely már az elején azt a célt tűzte maga elé, hogy megismertesse az érdeklődőket a határon túli magyarok kultúráját, hagyományait, valamint erősítse a magyarságtudatot, és lehetősége szerint segítse a külhoniakat. Valamint együttműködjön minden olyan szervezettel, amely tenni akar, aktív szereplője kíván lenni környezetén. A lábad darja. Istenfa. Kerek Istenfának szép 12 ága, szép 12 ágán 52 virága, 52 virágán 3 aranyalma. Aki kitalálja, álljon mellém táncba! Tarsika törz,
Jöjj el, szép karácsony! Oszlosd el gyászunk! Szomorúságunkban jobb napot is lássunk. Régóta lecsüngő bánatos fejünkre, emeld fel, töröld meg könnyező szívünket. Hadd lássuk a jászolt, az Isten fiával, s boruljunk elébe szent álmirkodásra. Üdvösségünk vár, hitünk napvilágot, tündöklő fényekkel ragyog a világra. Az ég üzenetét szívünkbe fogadjuk, s az egész világnak íme tudtára adjuk. Dicsőség a mennek, békesség a földnek, nyújtsanak ma jobbot, kik egymásra törnek. Harc, háború szűnjék, vérpatok megálljon, nemzetek szívébe jóságra szálljon. Szeretet, szent lángja, egekig lobogjon, azaz áldott Isten. Ó, hadd mosolyogni! Abi Endre Karácsony című versét Bathán Zsigmondtól fogadják szeretettel. Harang csendül, éned rendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borulföldre imádkozni. Az én kedves kis falumban, a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagyisten szent kegyelmes húgna, szállna. Az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelke a nagyváros, durva zaja, de jó van ünnepelni odahaza. De jó van a tiszta szívből, új mint régen, fohászkodni, de jó van a megnyugodni. De jó van mindent elfeledni. De jó van a játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép rege, igaz hitté válna, oda nagy boldogság szállna a világra. Mert a gyarló ember lenne újra, talizmánya lenne a szomorú útra. Golgotha nem volna, ez a föld élet, egy erőhatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege a valóra válna, igazi boldogság szállna e világra. Tegyük a karácsonyt igazi ünnepé, szíved közepébe ültess egy virágot. Jó lenne, ha más is példánként követnék, s emberivé tennénk ezt az ort világot. Szeretett virágát ültessük szívünkbe, mosolyjal locsoljuk, s szép szavak vízével. Legyen ez a föld itt a mennyország tükre, teljen meg a lélek az öröm ízével, a szívedre hallgass, a lélek vezessen, zárd ki önmagadból mindenféle rosszat. Engedd, hogy aki vagy, őszintén szeressen, indulattól, dűtől lelkedet megfosszad. Légy, mint apró gyermek, nyitott, érdeklődő, csodálattal ébredj, s érd meg a világot. Változáshoz nem kell már több emberöltő. Szívedben neveld a szeretett virágot. Pálfalvi Nándor Karácsony című versét Bájer Botond előadásában hallhatja. Karácsony.
karácsony ünnepén az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, mint amilyenben lakik az emberek szívében. Fésűs Éva álmodik a fenyőfácska című versét, Batancs Viktortól fogadják szeretettel. Álmodik a fenyőfácska, odakinn az erdőn, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag löppen a hegyre, gyert családi alóban, dallal várják is örömmel, boldog otthonokban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözik be Szent Karácsony ünnepén a béke. Vas Albert Karácsonyi versek című művét fogadják szeretettel Sásné Tamás Erzsébet előadásában. Major erdő, címankos fenyvesekből elősön a téli szürkület. Bunnyasztó házak, ködrongyokba bújva, kórusszagyorba gondot gyűjtenek. Egy vonat sípol messze valahol, fulladtan részt, vészel a fák között a hang. Sóhajt az erdő, csönd, valahol messze, kísértett hangon fölsír egy valami. Olyan este ez is csak, mind a többi, olyan a színe, nyírkos ködszaga, pedig valahol szent titok Balázsban csodát takargat ez az éjszaka. Angyalok húznak a világ fölött, hírét hozzák, hogy földre szállt a béke, megszületett az igazság, a jóság, akit úgy vártunk, megszületett végre. Keresik régen bölcsek és királyok, papok, költők és kórusok. Világ megváltó konferenciát várják, jötték a fényes trónusok. Megérkezett, bámulják bamba szemmel barmok, cselédek, pásztorok. Talán van olyan is, aki lekérde, s valami egy ügyű imád. A jászol fölött fölragyog egy csillag, néhány angyal és gyermek énekel. Szeliden száll az ének és a pára, szúrtos kórból a fényes létre fel. Aztán a barmokat itatni hajtják, a hajnal megnyelgeli őzdrovát. A robotos nyomán a szürke élet megy úgy, mint eddig, megy tovább. Mintha nem történt volna semmi sem, merezgetik szemeiket a kandik, királyok, bölcsek, költők, hadvezérek, amíg lassan a csillag is kialszik. Az old, sötét zimankos fegyvesekből eljósol a téli viradat, ködrongyokba gonyasztanak a házak, s vacognak védő gondjaik alatt.
november 20-án a Művelődési Ház nagy termében láthatták az érdeklődők az általános iskola alsó tagozatosainak karácsonyi műsorát. És meghívott vendégeink, és Pécsvárad polgármestere Zádor János. Szeretettel köszöntünk mindenkit a negyedikesek hagyományos karácsonyi műsorán. Fogadják nagyon nagy szeretettel. Ilyen enyhe térre a legöregebb öreg emberek sem emlékeztek a faluban, holott küszöbön volt a szenteste. A házakban vidám készülődés foly. Csattogott a mozsártörő, és a tepcsik alját zsírba mártott libatollal kenegették a háziasszonyok. A favágó házában szintén várták a karácsonyt, ha nem is olyan vidám szívvel, mint más években. Nyilván az enyhe tél volt az oka, hogy idén kevesebb fát tettek a kályhák, így nem tellett karácsonyi ajándékokra a favágó három kislányának. Kamilla, Jászmin és Ibolya napokkal előbb kiszagolták már ezt az elszomorító körülményt. Nagyon bántotta őket, hogy idén nem lesz semmi a fa alatt. Szenteste délutánján, míg édesanyjuk a vacsorát készítette, a három gyermek elment otthonról. Kint teljesen besötétedett már, édesapjuk hazaérkezett a munkából, a vacsora is elkészült már. Édesanyjuk egyre idegesebb lett, hol lehetnek a lányok. Nem sokkal 6 óra előtt megérkeztek végre a gyerekek. Hol voltatok ilyen sokáig? Már annyit idegeskedtem miattatok. Mi csak az utcákon sétáltunk, benéztünk egy-egy gazdag ház ablakán, ahol láttunk ég ígérő karácsonyfákat, ajándékok sokasággal, finomabbnál finomabb édességeket, mert tudjuk, hogy nekünk nem lesz igazi karácsonyunk. De jó lehet gazdagnak lenni. Apa, miért vagyunk mi szegények? Szegény az, aki nem tudja karit munkára használni, meg az, akinek nincs fedél a feje fölött. De legfőképpen az, aki a napsütésben is az árnyékot látja. Akár csak ti. Nem vagytok elégedettek semmivel. Mivel legyek elégedett? Mert nincs nekünk ég
karácsonyfánk. Van otthonod, meleg ruhád, ennivalód. A gazdagok habostortát esznek, és annyi cukrot, amennyi beléjük fér. Van apád, aki dolgozik érted, és anyád, aki gondolat viseli. De másoknak mindenük van. Szép házuk, szép autójuk, szép ruháik. És mi van nekünk? Elég legyen, lányok, szégyeljétek magatokat! Nem szégyellem magam, gyűlölök mindent, ami itt van. Anyu, én olyan boldogtalan vagyok. Kislányok, egyet jól jegyezzetek meg. Aki boldogtalan, az másokat így boldogtalanná tesz. A család csendesen fejezte be a vacsorát. A lányok néha-néha bimbánó szemmel néztek szüleik le a történtek miatt, hisz szégyelték azt, amiket mondtak, és már meg is bánták. Gyertek, itt az ideje lefeküdni. De a három lány nem tudott elaludni, mivel lelkiismeret furdalásuk volt a történtek miatt. Igazán nem tudni, hány óra lehetett, egyszer csak nagy fényesség közepette, egy angyal jelent meg a lányok ágya mellett. Én vagyok a boldogság angyala, azért jöttem, hogy segítsek megkeresni a boldogság kék madarát, mert ez a madár jelenti a boldogságot, amire nagyon vártok. A madár lehet a múltban, a jövőben és a jelenben is. A lányok nagyon izgatottak lettek, hisz reményt láttak arra, hogy ők is boldogok lehessenek. Gyerták, induljunk, segítek megkeresni a kék madarat. Szempillantás alatt egy rég nem látott ismerős házhoz értek. Nagyapó, nagyanyó, Kamilla játékolja, öleljetek meg gyorsan, hónapok óta nem mondottak rá. De nem maradhatunk sokáig, mert csak azért jöttünk, hogy megtaláljuk a kék madarat. Nagymamájuk kicsit elszomorodott, hogy csak ezért jutottak eszükbe, de mutatott nekik egy madarat a kalitkában. Kék madár nincs? Nagyanyú, ez nem kék, hanem fekete. Különös, én kéknek lennem, ez nem lesz jó. Az angyal azt mondta, hogy kéknek kell lennie. Nagymama, ez itt a múlt? A lányok szomorúan vették tudomásul, hogy a madár nincs a múltban, ezért úgy gondolták, nem maradnak tovább. Maradjatok még egy kicsit, beszélgessünk. Nincs időnk tovább maradni, vissza kell mennünk az angyalhoz. Én szép, hogy emlékeztek, talán majd úgy elérjük. Megvan a kék madár? Megtaláltátok a nagyszüleitek házában? Nem. Azért ne szomorkodjatok, keressétek tovább. Nem a madár miatt vagyunk szomorúak, hanem azért, mert igazán el sem búcsúztunk a nagyszüleitől. És a szilagatásuk is elmaradt. Vissza se néztük rájuk, mert a madár volt akkor a legfontosabb. Most már késő, de ne felejtjétek a nagypapátok szavait. Így hát tovább indultak az angyal ölelő karjaiban. Ha a múltban nem jártak szerencsével, talán majd a jövőben. Az volt az érzésük, hogy lépteik ennyire könnyebbé válnak, mintha végleg elváltak volna a szülőanyjuktól a földtől. Amikor már szinte lebegni látszottak, egy napfényben szikrázó óriási terembe értek, ahol játszadozó, komolyan beszélgető gyerekcsoportokat pillantottak meg, akik csodálkozó szemmel nézték a lányokat. Élő gyerekek, ez itt a jövő. Mi, amíg meg nem született gyerekek vagyunk, és várunk a sorunkra, hogy megszülethessünk, és valami csodás dologgal ajándékozunk meg a világot. Kamilla, jelz, mi baja? Csak ugyan ti vagytok? Igen, de a honnan is vagy bennünket? Én is a ti testvérkétek leszek. Velünk fogsz élni? Igen, de nem tudom mikor, talán egy év múlva. Ó, de pompás. Most már vissza kell mennem. Majd szólok anyának, hogy jönni fogsz. Az angyal átölelte a gyerekeket, és visszarepítette őket a jelenbe, a szobájukba. Ekkor már karácsony hajnala volt. A lányok szétnéztek, és látták, hogy a kulcsukon keresztül fény szűrődik be a szobába. Kinéztek a konyhába, ahol fáradt szüleiket látták. Édesanyjuk három babát vart régi ruhájából. Édesapjuk játékbölcsöt faragott, hogy mégis legyen olyan dék a fa alatt, mire lányaik felébrednek. A lányok csendben visszaosontak ágyacskáikba, és hamar álomba merültek. Reggel, mikor
Fölébredtek, megtalálták kicsiny fenyőfájuk alatt az ajándékokat, amelyeket szüleik készítettek nekik. Nagyon boldogok voltak, de nem az ajándékok miatt, hanem azért, mert meglátták az igazi boldogságot, és rájöttek, hogy mindig is itt volt a szemük előtt, csak ők nem vették észre. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden piciny ablakot. Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet! Ha én betlehemi pásztor gyerek lennék, karácsony estén a jászóhoz mennék. Ha volna egy szelíd, szép bárenkem, azt is odavinném, odaszennem. Gyorsan letérdelnék, milyen jó is volna, angyalok éneke gyönyörűen szólna. Éjszaka. Éjszaka.
fekszem, ma én is csak, hát hagyjon Isten jól éjszakát. Éjszaka mi csoda, csillag szebb ős palota, göncöl törött kocsia, a homlókán ragyog a szép jel, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Kelj fel, pajtás, valami éneket hallom. Talán csak a kakas kukorékol. Nem kakaszolsz, én is éneket hallok. Látjátok azt a fényességet ott a távolban? Mi lehet az? Nézzük meg! Ki az? Mi az? Uram, ne hagyd! Angyalok! Jó pásztorok, megvédjetek! Nagy örömet mondok nektek, akit olyan régen vártok, az Úr Jézus földre szállott. Nem sejemben, nem bársonyban, csak egy szalvás kis jászolban. Fényét rá szép csillag szórja, énekünk az altatója. Ő az ég és föld királya, siessetek mind hozzája. Menjünk, menjünk! De hát mit vigyünk a kis Jézusnak? Viszek neki puha vankost. Én meg sajtot, vajat, tejet, örömömet adom vele. Drága ajándék helyett vigyük el a szívünket. Bring your mind and body.
Schöne Tannen aus dem Wald, lieben sie dir mit Kerzen, mit feiner Butter gießen. Ich bringe sie Wasser, Halsweh und den Schnupfen, und am Fenster stell ich schöne Tupfen. Ich komme gebraucht auf Nord und West und Ost, ich bin der Winter und ich heiße Frost. Advent, das ist die stille Zeit, die Tage schnell verrinnen. Das Fest der Liebe ist nicht weit, fangt er euch zu besinnen. Es gab wohl manchmal Zank und Streit, ihr habt euch nicht vertragen. Vergesst das jetzt und seid bereit, euch wieder zu vertragen. Denn denk nicht nur ans eigene Glück, du solltest danach streben und anderen Menschen auch ein Stück von deiner Liebe geben. Der eine wünscht sich Ruhm und Geld, die Wünsche sind verschieden. Ich wünsche für die ganze Welt nur Einigkeit und Frieden. Wann ist wohl Weihnachtszeit? Wenn es draußen tüchtig schneit. Wenn wir Nüsse knacken, wenn wir Plätzchen backen. Wenn wir mit der Mutter singen, wenn alle Glocken klingen. Wenn alle Welt sich freut, ja, dann ist Weihnachtszeit. Dicke rote Kerzen, Tannenzweigluft und ein Hauch von Heimlichkeit liegt jetzt in der Luft. Und das Herz wird weit, macht euch jetzt bereit. Bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Schneiden, hämmern, basteln überall im Haus. Man begegnet hin und wieder schon dem Nikolaus. Ja, ihr wisst Bescheid, macht euch jetzt bereit. Bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Liebverpackte Päckchen überall versteckt. Und die frisch gebackenen Plätzchen wurden schon entsetzt. Heute hat gescheit, macht euch jetzt bereit. Bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Menschen finden wieder füreinander Zeit und es singen alte Lieder durch die Dunkelheit. Wann ist es so weit? Macht euch jetzt bereit. Bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Strahlend wie ein schöner Traum steht vor uns der Weihnachtsbaum. Seht nur, wie sich goldenes Licht auf der zarten Kugel riecht. Frohe Weihnacht, klingt es leise, und ein Stern geht auf die Reise. Läutet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt. Thank you.
Csengő visszhang, Dérike, ide hozzám! Azonnal induljatok az erdőbe, és nézzetek körül, hogy felkészültek az állatok télapó fogadására. Hamarosan megérkezik világjáró körútjáról, és azt szeretném, ha meglepnék őt egy kis ünnepséggel. Parancsodra, már repülünk is, felséges Tündér királynő. Tündér királynő, Tündér királynő. Könyörgöm, drága mamácska, hadd menjek én is velük, már halálra unom magam ebben a fényességes, káprázatos palotában. Szó sem lehet róla, te vagy az udvar legkisebb tündérlánya, és szerepúrdi természeted miatt mindenki csak szélvész kisasszonynak hív. Annyi pajkosság és rakoncátlanság szorult beléd, hogy még esetleg tönkretennéd az ünnepségünket. Nekem most mennem kell, és te is igyekezz a dolgodra. Csak azért is utánok megyek, senki sem tilthatja meg. Majd magamra terítem ezt a kopott köpenyeget, s így senki sem ismer meg. Egészen kimelegettem, ebben a nagy cipelésben pedig dermesztően. Mi lenne, ha ezen a tisztáson állítanám fel a karácsonyfát, hiszen úgyis ez még a kedvenc pihenőhelyem. Bizony, hogy meglepődik majd, mikor hazaér, itt találja majd az ajándékainkat. Igen ám, de miben díszítjük fel a fát? Jaj, erről egészen elfeledkeztünk. Törjük a fejünket, hátha eszünkbe jut valami okos gondolat. Nini, Sini, Bodra és Tapsi Füles, végre megvattok. Ugrott verket bejártunk már, még végre rátok találtunk. De mi baj van? Látom, hogy nagy gondban vagytok. Bizony, nagy gondban vagytok, nagy gondban vagytok. Tudod, kedves tündér szomszéd, fejmesből ide cipeltük ezt a fenyőfát, mert ez télapú kedvenc pihenőhelye, és... Leszeltünk díszíteni számára, de sajnos egyáltalán nem tudjuk, hogy mit is tegyünk a karácsonyfára. Egy varázsige kéne. Úgy bizony, egy jó kis varázsige segítségével minden gondunk megoldódik. Hófihe és aranycsillag, arandió színes szalag, díszítse fel fenyőfánkat, prígy, prad, prúgy. Milyen gyönyörű díszek! Jaj, de jó, úgy fog ültél a póka! Rakjuk is fel sebesen a fára őket. Tessék, itt van elsőként ez a gyönyörű aranycsillag. Itt pedig az arandió. És a holdfényből, meg a napsugárból szőtt szalagocskák. Szalagocskák, szalagocskák. Milyen fontos, milyen szép lett. Igyekezzünk már rögtön megérkezni, télapos még az ajándékok hiányoznak a fa alól. Úgy van, mi már szaladunk is érte. Várj, mi is megyünk. Mi pedig szárnyaljunk sebesen, és értesítjük a tündér királynőt, hogy az ünnepségre minden készen áll. Egyik lábam itt, a másik ott. Na majd adok én nektek ünnepséget. Egy kis kópésággal én is meglepem télapot. Mindenfelé azt csiripelik a madarak, arról suttognak a fák, hogy milyen gyönyörűséges karácsonyfa díszíti az erdei tisztást. Mutassátok hát! Erre, felséges tündér királynő, te is mindent megláthatod. Itt van ez az, ugye milyen pompázatos? Ugye milyen felséges? Mármint, hogy ez ahogy is hívják? Ez az izé-bizé? Szent káposztatosa, hát ezzel meg mi történt? Marhacsont és csirkenyak. Ez felháborító.
ki már részelte tönkretenni a mi gyönyörű karácsonyunkat. Jaj, a hátam, jaj az orrom. Szent rózsaszírom, de hiszen ez szélike. Sejthettem volna, hogy megint szélvész kisasszony keze van a dologban. Mondj csak, édes lányom, te követted el ezt az otromba tréfát? Igen, én. Rosszaságot, pajkosságot sok átültem. Most már elég, azonnal hozd rendbe, amit tönkretettél. És büntetésből kiűzlek a tündérpalotából. Mi pedig menjünk Sebesen télapó elé. Látod, kedves szalmaember, most már én is épp olyan gondtalan és magányos vagyok, mint te. Miért is voltam ilyen meggondolatlan? Most együtt ünnepelhetnék a többiekkel. Ide hallom vidám kacagásuk. Jaj nekem, most hová menjünk? Jaj nekem. Akkor mit csináljuk? Miért vagy olyan? Szomorúlyok bizony, mert már 3 napja nem ettem, nem ittam, és nincs egy falat kenyerem sem. Hát amiért egy cseppet se búsulj, van én nálam finom keksz, ide néz, meg piros alma és cukorka is. Ezt mind neked adom, nagyon finom. Jó, de nagyon finom, egyenest a tündérpalotából származik. Tényleg, nekem adod, csak nem tündér vagy magad is. Az voltam, de sajnos anyácskám a tündérkirálynő elzavarodott volna, mert tönkretettem ezt a gyönyörűséges karácsonyfát, amit télapónak szántak meglepetésnek. Csak ugyan? Jaj! Csak nincs valami bajod, fáj talán a lábad? Bizony, nem messze innen kisiklott a szánkó. Szarvasaim szerte futottak, nekem pedig megsérült a lábam. Na hát mutassak, a tündérpalotában megtanítottak egy-két gyógyító varázsigére is. Encem, hére, húra, tűnjál sem a varázsszó. Na hát, már is sokkal jobban érzem magam. Te igazán kedves kis tündér vagy, és a szíved is aranyból van. Tényleg így gondolod? De várj, nem mozdulj, még bekötöm a lábad. Hol marad már ilyen sokáig télapó? Már rég itt kellene lennie. A szarvasait megtaláltuk az erdőben, a szárnyát pedig felborulva az út mellett. De hiszen itt van, kedves télapó, csak nem történt valami bajod. Szélike, csak nem te tettél valami rosszaságot. Éppen ellenkezőleg, megetetett és meggyógyított engem. Igazán hálás vagyok neki. Kérlek, kedves tündér királynő, bármit is követett el ez a kis tündér palánta, bocsáss meg neki, mert arany szíve van. Jó, legyen, ahogy kívánod. Kezdődjön akkor az ünnepség, adjátok át az ajándékokat, Szélike. Te pedig gyere, s nyisd meg az ünnepséget. Az ég a földre szállt, ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán. Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt, gyertyafényben ünnepeljünk át az éjszakán. Vigyázzon,
kedves nézőink! Önök a Városi TV decemberi műsorát látták. Legközelebb holnap láthatnak minket, amikor felvételről tudósítunk a Zeneiskola karácsonyi műsoráról. Én most búcsúzom, az est hátra lévő részére önöknek jó szórakozást és jó pihenést kívánok. Viszontlátás!